A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett akkreditált tanárképző program második hetének előadásain közel 30 fő vesz részt. A július 22-ig tartó Apáczai Nyári Akadémián számos hazai és magyarországi szakember tart előadást. Igyekszünk olyan előadókat hívni a történelmi és magyarság továbbképzésre, akik fontos területeket tanulmányoznak, fontos területeken dolgoznak, és akikre fölnézhetnek a fiatalok. A vajdasági magyar történelem oktatás szempontjából ez nagyon fontos, mert ugye itt nem olyan szintű a magyar történelem tanítása, mint Magyarországon, ezért többnyire magyarországi előadóink vannak. A Soproni Egyetem Benedekelek pedagógiai kara a Kárpát-medencében sok helyen jelen van. Különböző képzések és tréningek által támogatja a határon túli magyar pedagógusok munkáját. Dr. Varga László az intézmény dékánja, egyetemi docense az örömpedagógia, nevelés és nevetés a pedagógiában témakörben tartott előadást. Sopronban a karunkon működik egy unikális kutatócsoport, ez a kora gyermekkori neuropedagógiai kutatócsoport. Évek óta dolgozunk együtt hazai külföldi szaktekintélyekkel, és válaszokat keresünk arra, hogy a kisgyermek elméjét, ami egy mágikus szivacs, a világra nyíló ablak, nekünk pedagógusoknak milyen lehetőségeink vannak, hogy ezt a fejlődést, ezt a csodát, ezt megtámogassuk. Dr. Pomozi Péter a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docense és a Magyarság Kutató Intézet igazgatója szerint Vajdaság egykor a Magyar Királyság központi területének számított, és a magyar nyelv története a 11. századtól a 20. századig minden Kárpát-medencei magyar története. A történelem tudat nagyon fontos, de a magyar történelem tudatnak az magyar anyanyelvi tudat is nagyon fontos része. Különösen is 1920 után, hiszen elsősorban az anyanyelv az, ami minden Kárpát-medencei magyart összeköt. Az Apáczai Nyári Akadémia szervezői szerint a széleskörű ismereteket felölelő előadások mellett a tanárok együtt kirándulhatnak, ismerkedhetnek, és ezzel feltöltődhetnek az új iskolaévre.